Igen, szóval tudom, hogy országban jobbak a topik egyébként, mint otthon. Meg látom azért a barátnémnek a végrend. Hát ez egy igen. Mi van? Most értelem, mit itt kérdezel? Mindegy, ezt is lehet, úgyhogy nem tudom, van-e valami. Így látom a barátnőmmel, akik otthon műtettek, hát nem tudom. Lehetne jobb. Hasonlít a vámpiraknak. Mi van? Ki volt, aki? Követem az Instagramomat, Yusufnak hívják. Nagyon cuki, doki amúgy, a mai napig nagyon jó vagyunk. Tényleg nem ajánlom, ott a balti barátom, aki nálam ütött, neki is nagyon szület az óra. Tényleg. Jó szívvel ajánlom, nem mondanám, ha nem lenne jó nyilván. De tényleg felülmúlt az elvárásaimat. Fikázod a barátnőt. Kifikázza a barátnémet. Miről beszélsz? Virág, annyira buta vagy, de tényleg Virág, annyira buta vagy, hogy konkrétan elmondom a barátnőmnek a problémáit live-ba, hogy segítsek másoknak, hogy ne otthon ültessék magukat, mert konkrétan három barátnőmnek ugyanaz a problémája van, különböző dokik munkája után. Nem fikázom a barátnőmet, mert ez a problémájuk. És teljesen ki van mindegyik, hogy mit csináljon, hogy most kivel műtesse, újra, blablabla, mert mindegyik doki elbaszta. Szóval nem fikázom a barátnőmet, mert... Tehát, hogy úristen, gyerekek... Úristen... Aha, várjál, nem, azt nem, hogy kell beállítani, te modit, várjál. Ja, így. Nem ki van szívva a kezem. Igen, Edward kiszívta a kezemet, vagy hol van? Igen, Edward itt kiszívott, úgyhogy vámpír lettem. Igen. Ja, ezt a virág, szerintem ezt a virágot, szóval engedjük el, mert virág nem jó live van. Szia Virág, jó, hogy itt voltál velünk. Köszönjük szépen, igazából. Szia Virág. Nincs pénz kezelésre. Igen, ezt mondtam, hogy igen, elmondtam, hogy nincs valakinek pénz a kezelésre, és nem, ezzel nem bántok valakit, hanem ez, tehát valaki meg tudja engedni, valaki nem tudja megengedni magát, és ezt mondtam, hogy szerintem fölösleges kenceficékre pénzt költeni, inkább jobb azt, hogy mondjuk félteszel a pénzt arra, hogy egyszerűen egy lézeres kezelésre elmenjél, de látom, nem jött át megint a sztori, mindegy. Mindig hittem ezen a tudatban, hogy be akarnak állni az emberekbe, értek, mit mondok. Aztán amúgy soha senki, egy legyet nem állt, egy lénynek nem ártanák, ártanék, bocsánat, már így magyarul nem tudok, meg komolyan felidegesítenek, amit kommentek. És akkor így próbálok konkrétan nekik segíteni, mert ugye írják a kérdéseket, és aztán beszólnak, hogy én fikázok valakit. Mi van? Értelem, mit mondok? Tehát, hogy így... Emberek, hagyjatok már, igazából ti kérdezitek ezeket a kérdéseket, csak próbálok neki válaszolni. Ettől függetlenül nem azt kérdezem, aki nincs pénze rá, ezt nem mondtam. Mindegy. Lényegtelen. Bronzosító? Aha. Milyen maradtam. Kérdezitek el, hogy vakarózok folyamatosan, ugyanis tegnap szétcsíptek a szúnyogok itt Dubajba. Ez a bronzosító amúgy. Ez a sárga Tilbury. Thank you.
Highlighter meg a Dior. Hol van? Highlighter. Nem tudom, hol van. Nem látom. Megint. Nem látom. Highlighter. Ja, itt van. A Dior. Róla felsítő. Rengeteg butánember van. Igen, köszönöm szépen, Tibor, nagyon kedves vagy. Igen, tehát egy direkt, tudjátok, így be akarnak szólni, hogy én szidok valakit, meg ilyenek, aztán nem ez volt az üzenetnek a lényege. Hanem azt mondtam, hogy látszik, hogy elmegy egy ember egy ilyen kezelésre, tehát látszik a hatása, ezt próbáltam mondani. Na mindegy. Mindegy. Természetes beszerzése, hát most ez. Ez megint egy olyan kérdés, hogy. Nyilván olyan embertől egyszerűbb venni, aki ugye ilyen, hogy mondják, ezt viszontaladónak mondják. Gyerekek, ezek a kommentek? Úristen. Nagyobb után vagytok, hogy engem nem zavar egyébként, hogy itt írogattok. Ezt többet mondani rólatok, mint rólam. Rossz oldalon vagytok, ez nem a Pornhub. Gyerekek, milyen kommentek vannak, komolyan mondom. Tehát, hogy ezek... Nem tudom, hogy ezek nem kell mondani ennek. Sajnálom. Komolyan, most nem. Mert nem beállítottam valakit Modinak amúgy. De már beállítottalak amúgy. Dorci. Ja nem. Várjál. Most. Szia, Kata. Na mindegy, szóval... Az ilyen emberek rossz oldalon vannak. Azt hiszik, hogy a... mondjam... Pornhubon vannak, érted? Mondok. Tehát, hogy így... Gyerek, ez a Pornhub, ez a TikTok, ahol gyerekek is vannak, úgyhogy légy szíves. Engem nem zavar, hogy ilyeneket írtok, de gyerekek, vannak így gyerekek közöttünk valószínűleg. Érted? Szóval, könyörgöm, ne írjatok már ilyeneket. Megmondtad a sebésznek, hogy diára? Semmi közöm a diához, konkrétan teljesen máshogy nézünk ki a diával, úgyhogy nem tudom, hogy ez a komment megint csak, hogy ez honnan jött. Semmi közünk egymásnak a diával, konkrétan nem magas vagyok, ő alacsony, ő neki nagyobb, értek? Nekem kicsi, de teljesen más nézünk ki. Isten. Gyerekek, nagyon durva. Én azt nem értem sokszor, hogy egy-két nő miért gyűlöli a másik nőt. Tehát miért gyűlölsz? Egy másik. Nagyon szomorú. Minket a kommenteket így olvasni. Mert engem ezek, hogy mondjam, ezek engem nem bántanak egyébként, szóval most nekem valaki ide írja be a lájába, hogy buta vagyok, vagy csúnya vagyok, vagy ilyesmi, értek, ez engem nem bánt. Meg ez engem nem tesz szomorúvá, engem az furcsálom, hogy ezt nők írják, értek? Mi van, egy férfi, az még lehet, hogy ez egy olyan bántja, amiket mondasz meg ilyen, de az, hogy nő létedre, egy nőnek kommentálsz csúnya dolgokat, érted, hogy mondok, szóval, hogy nekem ez ilyen, kérlek, szeresd magad jobban. Könyörgöm, hogy szeresd magad jobban, mert az élet túl rövid ahhoz, hogy másokat utálj. Amikor azt időt arra is fordíthatnád, hogy magadat szeresd. És ezt most minden izé nélkül mondom. Hogy tényleg ezt gondolom, hogy az élet túl rövid, hogy utáld magad, meg másokat. Inkább próbáld meg az időt arra fordítani, hogy valahogy megszeresd önmagad. Ennyi. Úgyhogy... sok puszta innen is ezeknek az embereknek, tényleg, mert tudom azt, hogy ha valakit